A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a Szentatya ismét ellátogatott Magyarországra. Tudjuk, hogy nem először találkozik a magyar hívekkel, hiszen a romániai látogatása során Csíksomlyón együtt ünnepelt a magyar zarándokokkal, illetve hát itt volt Budapesten az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Világkongresszuson is, záromisén, illetve hát az apostoli útján Szlovákiában, Sasváron is találkozhatott a magyar hívekkel. Ennek ellenére ez nagyon nagy öröm számunkra, hogy ismét ellátogatott Magyarországra, független attól, hogy ugye egészségi állapota nem tette lehetővé, hogy vidékre is eljusson, és hát Budapesten immáron másodszor találkozhatunk vele. A Magyar Katolikus Egyház arcát a Szentatyának és az egész világnak meg tudjuk mutatni, ez volt a hívó gondolat. Viszont nagyon-nagyon fontos, hogy hogy zajlottak az előkészületek, hiszen ebben a három napban nagyon sok olyan program fért bele, ami a katolikus híveket is megszólította. Tisztelettel köszöntöm Spányi Antal megyés püspököt. Excellenciás uram, mint a Magyar Katolikus Caritas elnöke, azt hiszem kettős minőségében végigkísérte ezt az utat? Igen, hála Istennek, végigkísérhettem ezt az utat, ami nagy öröm volt mindannyiunk számára. Valóban a Szentatyával többször találkoztunk, és azt mondhatom, hogy ahogy a találkozások száma nőtt, úgy kerültünk lelkileg is egymáshoz közelebb. Úgy értettük meg mindig egyre jobban Ferenc pápa gondolatait, szívét, és éreztük egyre inkább közel önmagunkhoz azt az atyai szeretetet, amelyet ő, mint az egyház vezetője, mint jó pásztor mutatott irántunk. Az előkészületek nehezek voltak. Egy ilyen pápai találkozásnak az előkészülete az általában hosszú-hosszú időn keresztül zajlik. Aprólékosan, részletesen körül gondolnak mindent, és ehhez bizony idő kell. Most szó volt arról, hogy a Szentatya eljön majd hozzánk, amikor távozott az eukarisztikus kongresszusról, de hát nem tudtuk, hogy mikor. Aztán hallottunk híreket, hogy az egészségi állapota nem nagyon jó, és hát 87 éves ember. Gondoltuk, hogy ki tudja, valóra válik-e ez az álom, vagy sem, és amikor eldöntötték, hogy jön, akkor körülbelül 2 hónap állt rendelkezésre, hogy mindent megszervezzünk. A helyszíneket, a résztvevőket, a föllépőket, mindent a legapróbb részletekig, és persze sok olyan dolgot is kell ilyenkor szervezni, amikre az egyszerű ember talán nem is gondol. A biztonságáról gondoskodni, az egészségügyi esetleges nehézségek elhárításáról gondoskodni. Nagyon kemény, nagyon nehéz, nagyon összetett és nagy figyelmet, odaadást kívánó időszak volt ez, amelyet hála Istennek, sokaknak egymást segítő, összefogódott munkájával sikerült megvalósítani. Úgy gondolom, hogy minden helyszínen nagyon jól sikerültek a találkozások, az abban résztvevők igazán lelkileg töltekezve, hitükben megerősödve és szívük örömével tudtak távozni ezekről az alkalmakról. Április 28-át írtunk, amikor megérkezett a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre a Szentatya gépe, és hát a repülőtéren természetesen a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, illetve az államképviselői várták. Azt hiszem, hogy már ez egy olyan pillanat volt, amit meg kell idézni, hiszen ez egy nagyon fontos. Mi, akik a televízióban láttuk, azt hiszem, hogy mindannyian meggyőződhettünk arról, hogy ez a 21. század egyik legfontosabb eseménye. Most is, mint korábbi találkozásaink alkalmával is, amikor a Szentatya a magyarokkal találkozott, mindig volt egy próbálkozás, hogy a találkozás örömét valahogyan csökkentsék vagy elvegyék. Mindig beszéltek arról, hogy
ennek a vége szidás lesz majd bennünket, magyar püspököket, magyar egyházat. A Szent Atya majd helyreigazít, majd most megmutatja a szigorú atyai arcát nekünk, aztán majd megnézhetjük magunkat. Soha nem volt így. Amikor most a repülőgépről leért a földre a Szent Atya saját lábán, ami nyilván fájdalmas dolog volt, de megtette a lépéseket, hogy köszöntse azokat, akik őt ott a repülőtéren várták, és azonnal látszott az arcán az az öröm, ami a szívnek az örömét sugározta. Pedig ha belegondolunk, hogy neki hajnalba kellett kelni, igen korán, mégiscsak össze kellett pakolni dolgokat, hogyha segítettek is nyilván neki, útra kellett kelni, egy hosszabb repülőút volt, és nem a fáradtságot mutatta, nem volt egy gondolat sem benne, hogy minek is kellett ezt vállalni, hanem látszott, hogy sugárzó örömmel jött közénk. Ez nagyon jó leső érzés volt mindannyiunknak is, mint egy már itt ezen az első találkozáson megtapasztaltuk, megéreztük, hogy ez egy egészen különleges esemény lesz. Valami olyan, ami nem csak a mi találkozásunk, a hívek találkozása, hanem egy esemény, ami jelentős esemény a magyar nemzet történelmében, meg talán Európa történelmében is. Ezt követően a budai várban a Szent György téren katonai tiszteletadás mellett fogadták a Szent Atyát. Természetesen találkozott a társadalmi és diplomáciai testületek vezetőivel, illetve az egyházi vezetőkkel, és egy különleges eseménynek is tanúi lehettünk, hiszen Nován Katalin köztársasági elnök mellett Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott. Ez megerősítést jelent nekünk? Mindig az a szokás, hogy amikor a Szent Atya megérkezik egy államba, akkor annak az államnak a vezetőivel találkozik, hiszen ő nem csak, mint a katolikus egyház vezetője érkezik, hanem mint a Vatikán állam legfőbb vezetője is. Úgyhogy ez a találkozás egy protokolláris, a találkozások rendjébe beleilleszkedő találkozás, ugyanakkor pedig tudjuk és látjuk, hogy ez megerősítés volt mindkettő politikus számára, de az egész nemzet számára is egy tiszteletadás akart lenni, az egész nemzet előtt tisztelgett a Szent Atya. Ezt tapasztalták ők akkor, amikor Rómában, a Vatikánban meghívhatták a Szent Atyát, hiszen mindig két oldalról kell a meghívásnak érkezni, a püspöki kar részéről, tehát egyházi oldalról, és a politikai részről, az állam vezetőitől is kellene a meghívásnak megérkezni. Amikor ők ezt átadták a Szent Atyának, már megtapasztalták a Szent Atya szeretetét, megerősítő erejét, biztatását, bátorítását, ami most aztán itt hát beteljesedett és teljessé vált. Annál is inkább, hiszen a Karmelita Kolostor dísztermében a Szent Atya beszéde az valami egészen különleges volt, nem csak hívőknek, nem hívőknek egyaránt. Valóban mindenkihez igyekszik szólni a Szent Atya. Olyan tanítást akar adni, amelyet befogadhat, amelyen elgondolkoznia kell minden embernek, aki felelősnek érzi magát egy nemzetért, egy országért, felelősnek érzi magát a többi emberért, hiszen ma már ott tartunk, hogy a világ olyan kicsi lett, hogy mindenki felelős, mindenkiért mondhatjuk. Ezt a Szent Atya nagyon határozottan és világosan képviseli, és a vezetőink mindezt pontosan magukévá tudták tenni, ez nagy öröm számunkra. Mint ahogy nagyon fontos volt a Szent István Bazilikában tartott találkozó, ahol püspökök, papok, diakónusok, szerzetesek, papnövendégek, lelkipásztori munkatársak is ott voltak. Természetesen itt is a katolikus Caritas azért figyelt arra, hogy az arra érdemesek, hisz, bár én azt gondolom, hogy mindenki érdemes lett volna rá, találkozhassék a Szent Atyával. Ez a mise, illetve ez a beszélgetés, ez melyek voltak a fő pontjai? Melyek voltak azok, amelyek elkísérnek bennünket a jövőben is? Amikor a Bazilikában, Budapesten a Szent Atya a papokkal találkozott, a szerzetesekkel találkozott, akkor nagyon megható volt az, ahogy a kerekes székével begurult, hiszen egy nehéz lépcsőket kellett volna megmásszon, és egy hosszú utat kellett volna megtennie, botjára támaszkodva, egyszerűbb volt, az utat megszakította,
és egy lábát vesztett idős papot köszöntött elsőnek, akinek kezet csókolt, és akit megáldott, akinek a szenvedéseit, mint egy így hozzákapcsolt a Krisztus kereszt szenvedéséhez. Aztán meghallgatta a papok tanúságtételét, szerzetesek, nővérek tanúságtételét, akik vallottak a magyar egyház szenvedéseiről, az egyház üldözésben történtekről, saját maguk hitének, szerzetesi hivatásoknak a kibontakozásáról, és a Szentatya aztán ezekhez fűzte a gondolatait. Mindig arra törekedett, hogy amit ő hallott, arra valamiféleképpen reflektáljon. És itt is ez történt, igyekezett megerősíteni a papságot a hivatásnak a megélésében, az elfogadásában, ami mindig nehéz, hiszen nem egy korábbi kornak a mintáját kell nekünk másolni, hanem a mai világ kérdéseire kell megtalálnunk a hivatásom megélésében a megfelelő választ. És azt olyan módon kell megtalálnom, hogy azt az emberek megértsék és elfogadják. Bátorított és biztatott bennünket arra, hogy szolgáló egyház legyünk, hogy a szeretettel, a jó pásztor szeretetével forduljunk a hívek felé, és legyünk nyitottak, tudjunk befogadni minden jó szándékú embert. Az egyházban eddig is tudtuk, és így is volt ez, mindenkinek helye van. Az egyházból nincsen kirekesztve senki, aki keresi Krisztust, aki keresi az Istent, és aki az egyház felé tesz lépéseket. Hát ezt erősítette, ezt a nyitottságot tudatosította bennünk a Szentatya, és én úgy gondolom, hogy a papok, akik jelen voltak, mind-mind, akikkel volt módon beszélni azóta, arról számoltak be, hogy nem csak nagy élmény volt egy ilyen alkalom, hanem egy lelki megerősödés volt. Már örömmel mentek az úton. Némelyiknek egész hosszú utat kellett megtenni, nyilván összefogva általában autóbuszokkal jöttek a papok is, hogy az út közben is imádkoztak, készültek a találkozásra, és hazafelé is egy másféle hangulatban mentek már. Péter megerősíti testvéreit. Ugye Jézus ezt bízta, ezzel indította Pétert útnak, hogy majd amikor megtérsz, akkor megerősíted a testvéreidet, és akkor majd oda vész, ahova az Isten téged rendel. Hát most azt gondolom, hogy ezt élhettük meg mindannyian, hogy Szent Péter Ferenc pápában, mint Ferenc pápa Péter utóda, megerősített bennünket ebben a hivatásban. Bátorított, erősített, lelkesített, új lendületet adott ennek a pásztori életnek. Mint ahogy megtette ezt a következő napon, amikor a Vakok Boldog Batyán és Trattmann László otthonába látogatott. Ez is egy fontos pillanat. Neki mindig fontos azokkal találkozni, akik nehéz körülmények között, nehéz helyzetben vannak, akiknek az élete, hát talán mondhatom, hogy nyomorúságos. Ebben az otthonban nem csak vakok, gyengénlátók, hanem sokféle nyomorúságot hordozók is vannak, és nagy szeretettel készültek a Szentatya fogadására, ő nagy szeretettel fordult feléjük, és igyekezett lelkükbe erőt, szeretetet, vidámságot, valamiféle belső világosságot önteni, hogy akiknek az élete mi szerintünk sötétségben telik, azok ezzel a belső látásukkal találjanak rá Istenre, és találjanak rá egymásra is az igaz és őszinte szeretetben. Nagy öröm volt a Szentatya számára is ez a találkozás, amit mutat az is, hogy amikor hazafelé tért a találkozásból, akkor az út közben találkozott imádkozó fiatalokkal, akiknek megállította az autót, kiszállt, és mindegyikkel külön beszélgetett, külön kezet fogott, mindenkit igyekezett megajándékozni az ő szeretetével. Igen, hát Fehér Anna büszke lenne erre a pillanatra, igen, bizonyos vagyok benne, a Caritas alapítója. És következett az Árpádházi Szent Erzsébet templomban. Azt hiszem, hogy ez az ön számára is egy tökéletes és egyedi történet, ahol szegényekkel és menekültekkel találkozott, és itt hadd idézzek egy gondolatot, engedjük be szívünkbe az élet urát, az ő igéjét, aki vigasztal és gyógyít, utána pedig lépjünk ki, és váljunk ki magunk is nyitott kapukká a társadalomban. Természetes, hogy egy egészen különleges élmény volt az én saját számomra, hiszen ebben a templomban elég hosszú ideig szolgáltam,
ezért a templomért sok mindent megtettem, elindítottuk a helyreállítását, és hát sok részben, nagy részben ez végéhez is érkezett, van még munka ott, volna még munka ott, remélem egyszer majd az is megtörténik, és ez a templom eredeti szépségében fogja az Isten dicsérni. Amikor eldőlt, hogy a Szent Atya külön szeretne találkozni a szegényekkel, menekültekkel, kisebbségekkel, hátrányos helyzetben lévőkkel, és hogy ez a rózsák terén fog megtörténni, és ennek az eseménynek, amint egy házi gazdája én leszek, akkor hát először volt bennem némi szorongás, hogy hogy is fog ez történni, hogy én Székesfehérváron hogy tudom ezt majd szervezni, és hogy sikerül ezt levezényelni, de sikerült összeszedni azokat az embereket, akik tudják képviselni azokat a csoportokat, akikkel a Szent Atya külön szeretett volna találkozni, de nyilván nincsen módja mindenkivel külön-külön találkozni. Nagyon örültünk annak, hogy a templom nagy, és sikerült megegyezni azzal, hogy minden egyházmegye karitász csoportja tudja képviseltetni magát, minden csoport hozhat magával általa gondozott, szeretett, segített embereket, és tudunk hozni Ukrajnából menekültet, tudunk hozni roma kisebbség képviselőit, tudunk hozni olyan embereket, akik a karitász szeretete nélkül nehezebb körülmények között lettek volna. Ők tanúságot tettek, elmondták, hogy hogyan is jutottak odáig, amíg elérkeztek ezzel a találkozáshoz. Volt, aki arról beszélt, hogy mit jelent, hogy sok-sok embernek tudnak minden nap meleg ételt biztosítani, és tudnak így róluk az életet jelentő táplálkozást nyújtani és adni nekik. És ott voltak a ukrán menekültek, akik elmondták ukránul, aztán egy közülük elmondta magyarul is, aki jobban tudott azt, hogy hát hogyan is kerültek őt ide Magyarországra, és mit is köszönhetnek a magyar kormánynak, a magyar népnek. A Szent Atya bátorított bennünket, hogy lássuk egymásban Krisztust, Krisztus szeretetével forduljunk egymás felé, és másikban mindig a testvért lássuk. Akármilyen körülmények, akármilyen helyzetben is találkozunk, ismerjük föl a Krisztust. Azt, aki az evangéliumban úgy van előttünk, mint aki azt hirdeti, hogy ha csak egy pohár vizet is adsz egy rászorulónak az én nevemben, azt én úgy fogom tekinteni, mintha nekem magamnak adtátok volna. Így a karitász munkatársak is örömmel föltöltődve, megerősödve mentek haza tovább szolgálni, és akik pedig részesülnek a karitász áldásaiban, azok is örömmel mentek, hogy megbecsülik őket. Nem valamiféle szegény rokon, nem valamiféle elesett szegény ember, hanem egy olyan ember, aki egyenlő velünk, aki méltó arra, aki képes arra, hogy a Szent Atya kíván vele találkozni, a Szent Atya meg akarja őt érinteni. Nagyon érdekes volt, hogy a Szent Atya odáig belegondolt az ő helyzetükbe, hogy lelkünkre kötötte, ne elégedjünk meg azzal, hogy megadjuk az élet feltételeinek a szükségességét ezeknek az embereknek, gondoskodunk ruháról, tisztálkodásról, ételről, hanem meg is kell érinteni őket, közel kell engedni magunkhoz őket, és az érintés szeretetét kell, az érintés melegét is kell nekik adni, így lesz teljes a mi szeretetünk, és ezt a szeretetet várja tőlünk Krisztus. Ez nyilván megerősítést jelentett önnek, illetve az ön által képviselt katolikus karitásznak, hiszen ott volt a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, a Katolikus Szeretett Szolgálat, a Boldog Ceferino Intézet, a Csak Egyet Szolgálat, a Jezsuita Menekült Szolgálat, és hát én azt gondolom, Szent hogy... Szent Egidio, nagyon sokan voltak. Nagyon sokan voltak. És itt egy rövid idézet, tehát ami Jézus tehát, mint egy pásztor, aki a nyáját keresi, azért jött, hogy megkeressen minket, amikor elveszettek voltunk, eljött, mint pásztor, hogy kiragadjon minket a halálból, mint olyan pásztor, aki ismeri, és végtelen gyengétséggel szereti juhait, akit az Atya nyájába vezetett, és az ő gyermekeivé tett bennünket. Nos, hát ez volt egy görög katolikus látogatása is, és ez nyilván nagyon sokat jelent abban az értelemben, hogy figyel a katolikus egyház más oldalaira is. Valóban, Szent II. János Pál pápa szerette mondani, hogy
az egyház két tüdővel lélegzik, a nyugati egyház, meg a keleti egyház, az ortodoxia létezik. A görög-katolikus egyház az a mi egyházunknak a szerves része, tehát egyetlen egyházban vagyunk vele. A római és a latin rítusról beszélhetünk igazán, de nagyon kedves dolog volt ez a látogatás, egy kis templom ez a görög-katolikus templom, valamikor római katolikusoké volt ez a templom, a Rózsák terei egyházközség ajándékozta a görögöknek, én magam is sokszor voltam ott, és ez a kis közösség ott tudott találkozni a Szentatyával, fogadta az ő áldását, a görög papság, püspökök mind-mind ott voltak, és a számukra is egy különleges nagy élmény volt, hogy egy görög-katolikus templomban is tudott találkozni a közösség a Szentatyával, nem csak a nagyobb római templomokban, hanem a görög templomba is elment. A megbecsülés, a szeretet, az atyai odafigyelésnek a jele volt ez is. A kicsi templomból a Papp László sportarénába ment a Szentatya. Én azt gondolom, hogy nagyon, aki a televízión figyelemmel kísérte, annak egy csodálatos élményt nyújtott, aki pedig ott volt, annak nem különben. Ez élmény valóban csodálatos és felejthetetlen. Én nem tagadom, számomra egy kicsit először nehéz volt. 11 ezernél több fiatal volt a sportcsarnokban, és hát ők a maguk módján ünnepeltek. Hangosság volt, tapsolás volt, ahogy a fiatalok ünnepelni szoktak. Zene, ének, nagy-nagy hangerő, ami azért annyira nem vagyok hozzászokva azért. És mikor megjött a Szentatyát, akkor aztán végleg mindent betöltött. A öröm, az ujjongás, a tapsolás, az éljenezés. És hallgatták a Szentatya, meg a fiatalok is, a közülük kiválasztottak tanúságtételét. Nagyon őszintén, nagyon egyértelműen beszéltek a saját küszködéseikről, a saját hitben való előrehaladásukban, a hitükben való nehézségekről, akár megkísértettségekről is. Nagyon meglepő volt számomra is, hogy ezek a fiatalok ennyire őszintén föltárulkoznak a Szentatyának, és a 11 ezer társuknak, akik hát mind nagy szeretettel, nagy megértéssel fogadták a társaik szavait, és a Szentatya nagy bölcsességgel beszélt nekik, hogy bátran menjenek előre, nézzenek szembe a kérdésekkel, maradjanak nyitottak, legyenek őszinték, és mindig keressék nem csak egy irányba az igazságot, amit esetleg kínál a világ, hanem keressenek tágasan, nézzenek szét a világban, és nézzék, hogy az Istennek mi a terve az emberrel. Az Isten mit szeretne velük, így válasszák ki hivatásukat, és így szolgáljanak majd, mint igazán felnőtt emberek egymásnak és az egész világnak. Nagyon megható volt ez a találkozás, azért is, mert ez a féktelen jókedv, ez a féktelen éneklés, ez a hatalmas hangerő, ahogy a Szentatya elment, egy csapásra megszűnt. Nem a kedvük ment el a fiataloknak, hanem egy szentségimádás kezdődött ott ebben a sportcsarnokban. Jött a püspök úr, aki a fiatalokért felelős, a minisztránsaival behozták az oltári szentséget, letették, és több mint egy órán keresztül néma csöndbe imádkozott az a sok fiatal. A légy zümmögését meg lehetett volna ott hallani. Nem 5 percben, nem 10 percben, hanem egy órán keresztül. Ez másik ilyen nagyon nagy élmény volt, hogy a fiatalokban ilyen hit van, és hogy a Szentatya így megérintette őket. Egész biztos vagyok benne, hogy ez a 11 ezer fiatal, ez úgy ment haza, hogy az imádságban valamit megtanult, az imádságban valamit kapott, és a Szentatyával való találkozás által a belső életükben egy nagy fejlődést léptek előre. Bizonyos vagyok benne, hogy ez elkíséri őket felnőtt korukig, és még tovább is. Aztán jött Jó Pásztor vasárnapja. Én azt hiszem, hogy az egész ország várta már a Kossuth téri szentmisét.
Ő gyűjtött egybe minket, és ezért vagyunk az ő népe, az ő nyája, az ő egyháza. Azért hívott itt egybe minket, különbözzünk bár egymástól, és tartozzunk bár különböző közösségekhez, hogy szeretetének nagysága mégis egyetlen ölelésben egyesítsen minket. A Szentatya nagyon komolyan veszi azt, hogy összegyűjteni kell, összefogni kell, egymást szeretni kell, és azt kell keresni, ami közel visz bennünket, ami összetart bennünket, nem azt nézni, hogy mi minden választ el bennünket egymástól, miben különbözünk egymástól, miben vagyunk esetleg egymástól eltérőek. A Szent Misén nyilván már fáradtabb volt, de nem látszott rajta a fáradtság jele. Jókedvel, örömmel, szeretettel jött, és próbálta így a maga hitének gazdagságát, lelkének a szépségét oda ajándékozni annak a sok-sok embernek, akik akár a Kossuth téren, akár a többi utcákon és a környező tereken ott voltak és töltötték be ezeket. Nagyon-nagyon sokan voltak, akik hittel voltak kíváncsiak Ferenc pápának a tanítására, a szavaira, és hát örömmel hallom azt is, hogy nagyon sok százezer ember nézte ezt a szentmisét a televíziókon keresztül, kapcsolódott bele, nem tudták vállalni az utazást, nem volt módjuk rá, talán bármi oknál fogva is, de a televízió nagyon sokat segített, és ezek az emberek így bekapcsolódhattak a szentmisébe. Jó volt együtt imádkozni, jó volt megtapasztalni megint a Szentatyának, mint első papnak, mint legfőbb pásztornak ezt a pásztori szeretetét és gondoskodását. Mert fontos gondolat, hogy béke kell, bölcsökkel és nem sírokkal teli világ. Nagyon fontos üzenete volt az egész látogatásnak az, hogy a békét akarja megerősíteni, hogy önneki fontos küldetés tudata van, hogy szolgálja a békét a világban, most pedig különösen is Oroszország és Ukrajna között ennek a háborúnak a befejezését, a fegyverszünetet, a fegyverek letételét, az asztalnál való tárgyalás kibontakozását, ezt nagyon határozottan, nagyon világosan teszi, és kész ezért bármilyen áldozatot meghozni. Tehát azt hiszem, hogy ha kell, akkor akár ma útra kell, és elmenne Moszkvába, elmenne Kijevbe, csak, vagy bárhova, csak hogy ezeket a vezetőket tudja egy asztalhoz leültetni, és kezdjenek el tárgyalni békét a békéről, mert látja az embereknek a szenvedését, látja az emberek műveinek a pusztítását, látja azt a borzalmat, amit Ukrajna meg kell, hogy éljen, ami csata, nem csak csatatér, hanem lerombolt pusztaságá vált tulajdonképpen. Jó lett volna, ha már korábban megteszik a békére törekvő lépéseket, nem minden pénzt, minden fegyvert, minden életet föláldozva valami furcsa gondolat miatt. A béke mindig többet ér, mint a háború. A Szentatya ezt világosan érti, látja és határozottan képviseli. Az ő útjának egyik talán ki nem mondott üzenete éppen ez volt. Persze beszélt a békéről, de talán az egész útnak a céljai között ez nagyon előkelő helyet foglalt, hogy tudja szolgálni ezt a békességet, és legyen béketeremtő, legyen híd a két tábor között, az egymásnak feszülő emberek között. Úgyis többször visszatért a híd a beszédeiben, mint valamiféle egymáshoz közelítő valóság. Hát a Szentatya ezt nagyon-nagyon határozottan akarja. Mint ahogy fontos híd az egyetemi és kulturális élet képviselőivel való találkozás is, hiszen valljuk meg, Magyarországon ez egy rendkívül fontos történet. Nagyon fontos történet, és tudtunk mutatni olyan eredményeket a világnak, amiben biztosan elsők vagyunk a világon. Ez a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen történt látogatás, nyilván az egész magyar tudományos művészeti életnek is szólt, örömmel vette az egyetem, és persze, hogy büszkén fogadta a Szentatyát, és a Szentatya pedig örömmel ment oda hozzájuk, és beszélt a kultúra, a tudomány szolgálatáról, mindarról, ami egy egyetemnek a küldetése a világban, hogy tudjuk
nem csak magunkat szolgálni, nem csak a magunk jólétéről gondoskodni, hanem tudjunk úgy gondolkozni, úgy alkotni, úgy teremteni, hogy az egész emberiséget tudjuk gazdagítani. Hát az a kar, amelyet meglátogatott a Szentatya, és az az egyetem, meg a magyar tudományos életnek a képviselői, akik ott összegyűltek, mind-mind azt gondolom, hogy nagyon tudatosan, felelősen ezt megértették, és ezt szolgálják, ezen fáradoznak. És egy gondolat, próbáljunk mi is szavakkal, gesztusokkal, hétköznapi tettekkel olyanok lenni, mint Jézus, nyitott kapuk, olyan kapuk, amelyeket senki előtt nem csapnak be, olyan kapuk, amelyeket mindenki, amelyeken mindenki beléphet és megtapasztalhatja az Úr szeretetének és megbocsátásának szépségét. Kölcsönösen kell arra törekednünk, hogy egymást meghallgassuk, egymást elfogadjuk, egymást megértsük, akkor is, hogyha másképp gondolkodik valaki, mint ahogy én. Ez a politikai életben szereplőkre is épp úgy vonatkozik, mint a szomszédokra, akik esetleg vitatkoznak, akármint, hogy a madárfügy kinek szól, teljesen mindegy. A Szentatya azt akarja, hogy amit Krisztus mond, békességben éljünk, szeretetben éljünk, így tudjuk építeni Isten országát magunkban is, magunk körül is. Ha egy összefoglalóra kérem, amelynek elején azért hadd mondjam, idézzem a Szentatyát, hogy ezért soha ne csüggedjünk el, soha ne engedjük, hogy megfosszanak minket attól az örömtől és békességtől, amelyet ő adott nekünk. A Szentatya a hitet hozta nekünk, a békét hozta nekünk, de nem csak a hitben élőknek, hanem minden embernek. Arról beszélt, és az egész élete, az egész tanítása erről szól, a maga fizikai, sokszor nyomorúságosnak tűnő állapota és magas életkora is, amely ellenére vállalta ezt a pasztorációs utat, arról szól, hogy mindenkit magához akar ölelni, és mindenkinek van egy üzenete, egy kedves, jó szava, egy bátorító, erősítő gesztusa. Ezt megtapasztalták a kisgyerekek, megtapasztalták a családok, a menekültek, az elesettek, a befogadottak, a rászorulók, a kisebbségben lévők, mindenki, és megtapasztaltuk mi magunk is egyházban élő papok, püspökök, és akarja, hogy a politikusok is tapasztalják meg, hogy a világ egy másik rend felé menjen. Ne ki a magáét akarja csak szem előtt tartani, hanem tudjon fölül emelkedni, és egy nagy emberi családban tudjon gondolkodni, egy nagy emberi közösségben. A Szentatya azt hiszem így lát bennünket, így látja a világot, az emberiséget, és azt hiszem, hogy ez a pápai látásmód, ez Istennek tetsző és Isten dicsőségét szolgáló. Excellenciás Uram, köszönöm, hogy megtisztelt bennünket. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.